Öt település, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu és Szentendre közösen nyerte el szennyvízhálózatának fejlesztési lehetőségét. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, ez az eredmény a kormány fejlesztési szándékait is tükrözi. Pócsmegyeren 1,2 milliárd forintból 22 kilométernyi csatornahálózat épül majd meg. Leányfalu 211, Tahitótfalu közel 363, Szigetmonostor 945 milliót költhet erre a célra. Szentendrén 678,8 millióból végezhetnek átalakításokat a Pismány városrészben. A projekt indítását 2011. októberében sajtótájékoztatón jelentették be az érintettek. Amivel eddig találkozhattak az emberek, hogy 2010 végén alakult meg a csatornázási társulat, ami a lakosságot képviseli. Nekik a feladatuk a lakossági önrésznek a beszedése, illetve a beszedések koordinálása, illetve hát a lakosságnak az érdekképviselete az egész beruházás folyamán. Majd 2011 tavaszán Pócsmegyer vette át az egész csatornázási beruházás vezetését, mert van ennek a beruházásnak egy önkormányzati része is, így Szentendre csak szereplőként vesz részt benne, de a városban megpróbálunk mindent megtenni, hogy itt is majd a legzökkenőmentesebben folyjon a beruházás. Annyit kell tudni a mostani helyzetről, hogy a lakossági befizetések 2011 végén kezdődtek, és háromféle módon mód részt venni a csatornázási beruházásban, egy összegben befizetni részletben, illetve talán a lakosság számára legkedvezőbb az állami támogatással lévő lakástakarék pénztári befizetés. Igazából ezeknek a beszedése elkezdődött, de szeretnénk felhívni a lakosok figyelmét a pontos és rendszeres fizetésre, főleg az állami támogatott lakástakarékpénztári befizetéseknél, ugyanis nagyon fontos, hogy az állami támogatás csak akkor jár, hogyha az lakossági önrész befizetésre került. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos közlemény, és a csatornázási társulat kéri is, mert különben az önkormányzat kénytelen lesz adók módjára behajtani, amit semmi, illetve gondolom a lakosság se szeretné. 600 telek fölötti létszámban lesz csatornázva a város területe. Erről azt kell tudni, hogy ez az utolsó állandó lakóövezet Szentendrén, ami még nincs csatornázva, gondolni kell. Itt elsősorban 90%-ban a beruházás a Pismányhegytől északra, tehát Leányfalu felé eső részét érinti. Van egy-két egyéb terület is, ahol valamilyen oknál fogva a korábbi csatornázásokból kimaradtak, de 90%-ban ezt érinti, és ez egy rendkívül fontos környezetvédelmi beruházás, ugyanis eddig ugye szippantóautókkal kellett elvinni, sok ilyen zárt rendszerű szennyvíztároló sajnos szivárog, ami környezetszennyezést okoz, ezt követően viszont ez a probléma megoldódik. Illetve hát amiért az egész elkezdődhet 85%-os uniós támogatással, az, hogy az Európai Unióval kötött szerződésünk alapján 2015 végéig a teljes magyarországi állandó lakóövezetekben meg kell oldani ezt a problémát. Ami még jó hír, hogy várhatóan a uniós kifizetések felgyorsítása okán megnyit újabb forrásokat is a kormány, és ez a 85% körüli támogatási arány akár fölmehet 95%-ra is, de ezt még nem akarom elkiabálni, ez csak erről most tárgyalások folynak jelenleg. A projektnek a előkészítő szakasza zárul le hamarosan, ugyanis most kerül kiírásra egyrészt a lakossági kommunikációval kapcsolatos pályázat, a projektmenedzsment pályázat, illetve március végéig kerül kiírásra a kivitelezővel kapcsolatos pályázat. A műszaki ellenőri már lezárult, és várhatóan rövid időn belül eredményhirdetés is lesz. Na most való igaz, hogy körülbelül egy éves csúszásban van a projekt,
Erről azonban azt kell elmondani, hogy összességében ez egész egy 3,5 milliárd forintos uniós támogatásra alapul, és ilyen összegeknél pedig már komoly minőségbiztosítási követelmények vannak, tehát már a közbeszerzési eljárások kiírása előtt, közben és után is nagyon komoly ellenőrzések vannak, és a különböző állami szervek késlekedtek a kiírások elbírálásával, ami, ha minden igaz, tényleg most már lezárul, és akkor az ütemterv szerint, ha márciusban kiírásra kerül a kivitelezői közbeszerzési pályázat, akkor utána nyár elején eredményhirdetés lehet, és optimális esetben év végén kezdődhet el a beruházás, de elképzelhető, hogy az átcsúszik 2014-re. A munkálatok megkezdése után körülbelül másfél-két évig tart majd az építkezés. A tervek szerint az érintett utcák is új aszfalt réteget kapnak majd a helyreállítás után. A projekttel kapcsolatban a szentendreiek a napokban levélben kapnak majd részletes tájékoztatást az önkormányzattól.